Azt jelenti, hogy a magyar demokrácia erős, azt jelenti, hogy a magyar emberek véleményt akartak mondani az ország sorsáról, és megértették azt, hogy a választások tétje kimagasló és hosszú távra meghatározza Magyarország és a magyar nemzet sorsát. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki szavazott, külön köszönet illeti azokat, akik hosszú órákat várakoztak a különböző szavazókörökben a sorokban, hogy leadhassák a szavazatokat. Köszönöm nekik is a türelmüket, fontos, hogy mindenkinek a szavazata leadásra kerül és megszámolásra kerüljön. Erre hamarosan sor kerül, az első előzetes eredményeket nem sokára megismerhetjük. Engedjék meg, hogy most megköszönöm az önök eddigi türelmét, átadom a szót Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úrnak, a KDNP elnökének. Nagyon szépen köszönöm, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nemzetközi és a magyar sajtó képviselőit. Három köszönetet szeretnék mondani. Az első köszönet a választópolgároknak, akik óriási számban vettek részt a választáson, ami a kormánynak, amely föl fog állni, egy rendkívüli politikai legitimációt és megerősítést ad az óriási részvétel. Külön szeretnék köszönetet mondani a sok imádságért, ami felekezeti voltartozástól függetlenül elmondtak. Köszönöm. És harmadsorban pedig szeretnék köszönetet mondani a külhoni magyarságnak, aki nemzethűségéről tett tanúságot, amikor nagy számban, sokkal többen, mint 2014-ben éltek állampolgári és szavazati jogukkal, és hitet tettek ahhoz, hogy egy nemzethez tartozunk, és ez az országgyűlés, az ő országgyűlés is. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg önöknek figyelmet, és miután rövidesen meg lesznek a részeredmények, jelentem önöknek, hogy miniszterelnök úr rövidesen beszédet fog mondani. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a figyelmüket, hanem